Igen, én azt gondolom, hogy bízzunk az orvosainkba, és tanácsaik szerint járjunk el. Én mindenkit erre biztatom. És nem csak a koronavírus terén, hanem mindenféle más betegség terén, hogy merjünk bízni az orvosainkba. Én 6 éves voltam, amikor túl jól esett a kukorica, a főtt sült kukorica, és másnapra nagyon bedurrant a vakbelem, és hogyha akkor itt a szeredai orvosok nem vettek volna kezelésbe, nem vették volna ki a vakbelemet, akkor itt mostan nem mondhatnám én önöket. Úgyhogy én bízok az orvosokban. Tavaly voltam Kongóban, Kenyában. Az ottani katolikus árvaházakat, intézményeket látogattuk hosszan. És ahhoz, hogy beengedjenek oda, 8 féle oltást kellett kapni, többek között, mit tudom, tifuszra, maláriára, mindenféle ilyen fertőző betegségekre. Másképp nem engednek be oda. Na és hát ugye azért, hogy velük találkozhassak, én beoltottam magamat. Most ugye úgy van, hogy hát az én szakmám az, hogy a szegények házaihoz járok. Tehát nem csak a gyerek otthonokba, hanem a gyerekek szüleihez, rokonaihoz is, nyomornegyedekbe. Hát, hogy mondjam, na hát ezek eléggé bajba lévő részek, tehát ottan biztos, hogy sok minden megfordul. Na most azért, hogy én se fertőzzem meg őket, de ők se engemet, úgy gondolom, hogy bölcs dolog, hogyha én, hogy mondjam, bízalommal az orvosok tanácsát elfogadva, hát beoltatom magamot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű, logikus döntés volt az én részemről, hogy miért pünkös napján, hát a búcsú napján, hát itt van a templom mellett, közel van, lehetőség van, regisztráció nélkül ezt meg lehet csinálni. Én is Csíkszeredában nőttem fel, és tényleg azt szeretném, hogy hát mert 16-17-18% legyen Székelyföldnek a beoltottsága, hanem sokkal több. Én ebben a Szentmisében is lélekben azért a több mint 600 emberért imádkoztam, aki koronavírusban halt meg, hát itt Hargita megyében.